Üdv mindenkinek! Most egy igazi klasszikus szeretnék nektek bemutatni, amit már elég régóta el szerettem volna olvasni, és végre sikerült. Első hiszem, hogy végre jutottam idáig. Elég nagy tisztelő vagyok a viktoriánus brit irodalomnak, ahogy azt már egyszer elmondtam, és a Bronte nővérek munkásságát kifejezetten kedvelem. Úgyhogy ideje volt elolvasnom Emily Bronte-tól az üvöltő szeleket. Én egy angol nyelvű változatot olvastam el, de szerencsére az édesanyámnak volt egy példánya belőle, amit megörököltünk, egy régi európás magyar kiadás. Kezdjünk is bele. Az üvöltő szelek mindenképpen gótikus regény, hiszen két birtokon, két kastély birtokon játszódik a történet és annak falai között. Misztikum nem igazán van a történetben, úgyhogy nem szellemekről és rémségekről van szó, hanem szimplán a gótikus prózáról, ami a romantika egyik előfutára volt. De az üvöltő szelek még ezek közül is valamilyen szinten kitűnik. Az üvöltő szelek narrációja egyáltalán nem lineáris, ami azt jelenti, hogy nem itt kezdődik, itt végződik jellegű története van, hanem igencsak érdekesen közelíti meg a mesélést, mint olyat. A történetet egy Lockwood nevű férfi szemszegén keresztül látjuk, aki megérkezik Wuthering Heights-ra, ami az egyik ilyen birtok, és hogy jelezze a birtok urának, Heathcliffnek, hogy Thrushcross Grange-t, a közeli birtokot ő fogja bérelni tőle, és meglepődésére Heathcliff egy bunkó emberként viselkedik vele. Hideg, a humort nem is ismeri, rugdossa az állatokat, mindenkit igazából úgy kezel, mintha csak egy kalap szar lenne, és elkezdi izgatni a fantáziáját, hogy mi történhetett itt. Ugyanis Heathcliff elmondás alapján nagyon-nagyon furcsa családi szálak alakultak ki a kettő birtok tulajdonosai között az évek során, ennek pedig Heathcliff az oka. Tehát adott egy könyv, aminek ha megismerjük az utolsó előtti felét először, ami Lockwood megérkezés a birtokra és megismerkedik azzal, hogy most mi a franc van. Ezen kívül utána találkozik Nellyvel, Thrushcross Grange-en, aki mindent, ami történt, látott, mindennek szemtanúja volt, és elmeséli neki Wuthering Heights és Thrushcross Grange történetét. Ami mindennek nevezhető, csak épp könnyednek nem. Tehát a történet hátralévő részében Nelly visszaemlékezését ismerhetjük meg, ahogy elmeséli azt, hogyan került Heathcliff oda, mert Heathcliff egy cigány származású fiatalember, aki azért került Wuthering Heights birtokára, mert a birtok ura, az Earnshaw, az idős Earnshaw úgy döntött, hogy örökbe fogadja ezt az utcán talált fiút, úgyhogy elnevezi a fiút Heathcliffnek, de nem adja meg neki ezt a családnevet, tehát nem adoptálja őt, mint Earnshaw-t, hanem meghagyja Heathcliffnek. Heathcliff megismerkedik a birtok fiatal lánykájával, Earnshaw gyermekével, Cathy-vel, és beleszeret. A lány pedig viszonozná az érzéseit, viszont van egy kis probléma. Heathcliff nincs telen, és eléggé sokat bántalmazzák őt. Leginkább az Earnshaw család örököse. Ezen kívül Cathy-nek megtetszik a Thrushcross Grange Linton család örököse. Jóképű udvarias fiatalembernek tartja, és úgy gondolja, hogy ennyi elég ahhoz, hogy feleségül menjen hozzá. Heathcliff ezt megtudja, hogyan döntött Cathy, és úgy határoz, hogy eltűnik. És amikor visszatér, úgy dönt, hogy véres bosszút esküszik az őt ért társadalmi egyenlőtlenségek miatt. Mert azt mondják, nincs annál nagyobb igazságtalanság, amikor két szív nem egyesülhet, pusztán a vagyoni különbségek miatt. És onnan indul meg Heathcliffnek az a bosszú hadjárata, ami kifejezetten unszimpatikussá és golyópozitív emberré teszi. Heathcliff ugyanis egy olyan szinten elbűvölő személyiség, hogy legszívesebben kibelezném egy kis kanállal, és felgyújtanám a hulláját a francba. Heathcliff személyében a világirodalom talán egyik legunszimpatikusabb karakterét ismerhettük meg, viszont nélküle ez a könyv nem is működne. Heathcliff ugyanis nem kicsi pszichopata. Egy olyan emberről, aki szó szerint mindenkinek a lelkébe akar tiporni, aki mindenkit rugdosni akar maga alatt, hogy abból nyerjen erőt, a szenvedésükből. És ennek lehetünk szemtanulni a könyvben. Az üvöltő szelekben mindegyik karakter valamilyen szinten szenvedő alany,
Hiába szól a történet nemesekről és nemesek közötti kapcsolatokról, mindenki úgy szenved, mint a szegény ember, és a kor sajátságossága miatt a karakterek eléggé hullanak is. Nagyon sok szereplő, akit megismerünk a könyv elején, nem fogja megérni a történet végét. És nem csak egy generációról szól, hanem megismerjük Heathcliff gyermekét, Katie gyermekeit és az ő történetüket, ami szintúgy összefonódik Heathcliff jóvoltából. Ez a könyv egy igazi generációs történet. Te van bosszúval, szerelemmel, fájdalommal, csalódottsággal. És amiatt ki tudom emelni ezt a könyvet, hogy végre találtam egy olyan szerelmi történetet, ami nyugodtan adatható férfiak kezébe is, ugyanis komolyan mondom, ha azt mondom, hogy egyáltalán nincs benne semmi nyálas. Bár beszéljünk kicsit a nyelvezetéről, viktoriánus, illetve gótikus, de viktoriánus érzetű regény miatt van benne egy bizonyos szimpadiasság, a párbeszédeken az egyébként nagyon érződik, kicsit szimpadiasak, erőltetettek, hát hé, abban az időszakban így volt szokás beszélni. Legalábbis, hogyha a nemeseket nézzük. Ezen kívül, hogy említettem, a sztori nem lineáris, tehát először megismerünk egy sztorit egy bizonyos időszakból, vagy aztán az egész sztorit megismerjük egy nő szemszögéből, aztán töltet végén megint ugorjunk valameddig, és újra és megismerjük a végét, de azokat a végét csak az utolsó előtti oldalakon ismerjük meg, hogy mi a konkrét vége Heathcliff történetének, úgyhogy nagyon érdekesen van felépítve a történet, és ez szerintem mindenképpen egy egyedi élményé teszi ezt a regényt. Azon kívül, ahogy említettem, rengeteg benne a szenvedés. Hiába szeretsz meg egy karaktert a történetben, mindenki árnyal, és éppen ettől mindenki emberének tűnik. Heathcliff fel az élen. Heathcliffnek ugyanis az ember, ő egy olyan fajta gonosztevő, akivel az ember együtt tud valamennyire érteni. Olyan, mint Steelpike a Gormenghastból, vagy mint Joker a Batmanből, hogy bizonyos szinten meg lehet érteni a motivációid, meg lehet érteni, hogy mit miért csinál, és nem is értesz vele egyet, de megérted. Heathcliff pont ugyanilyen karakter. Pofmár rúgnád, egy lapáttól vernéd agyon, lemetszenéd a fejét egy körfűrésszel, ha arról van szó, ha lenne rá lehetőséged, annyira egy rohadék alak, de minden, amit tesz, logikus és érthető. És érdekes a történetnek az a pontja, amikor Heathcliff erre rádöbben, hogy ő ennek a történetnek nem a protagonistája, hanem az antagonistája. Ezen kívül még nem beszéltem nagyon sokat arról, hogy milyen a nyelvezet. Ahogy említettem, a párbeszédek kicsit korosak, érződik rajtuk a por, érződik rajtuk, hogy ez egy régebbi kornak a regénye, hogy ez egy klasszikus, de a nyelvezetet feltétlenül úgy gyönyörűen meg van írva. Nagyon jól átadja Emily Brontë a karakterek érzéseit, nem egyszer a költőiséggel élő stílusban van megírva. Brontë tudta, mit csinál, vagy az összes Brontë nővér tudta, mit csinál, de Emilyben van valami különleges. Emily Brontë-nak ugyanis ez az egyetlen megjelent regénye, amit kiadtak tőle. Utána nem sokkal meghalt. A Brontë nővérek van, nem értek sokáig. Anne Brontë-nak például két könyve jelent meg, és Charlotte Brontë sem volt annyira aktív, mint amennyire kellett volna, hogy az legyen. Ezek a hölgyek olyasmit tettek le az asztalra, ami fenomenális. És igen, csak során majd abban az időszakban, ugye, hogy a nőket eléggé máshogy kezelték akkor, mint ma, álnéven kellett megjelentetniük ezeket a műveket. Szóval én maximálisan élveztem, a karaktereket nagyon meg lehet kedvelni, mert nagyon emberien vannak ábrázolva. Nem csoda, hogy ennyiszer feldolgozták már ezt a könyvet, szóval színpadi vagy filmes formában is, mert rengeteg fajta filmadaptációja ismert, ami mind máshogy nyúlt hozzá. Viszont fontos megjegyeznem az adaptációval kapcsolatban, hogy nem mindegyik dolgozza fel az egész könyvet. Például a könyv utolsó felét, ahol már a Kathy és Heathcliff gyerekeiről van szó, és az ő történetükről, azt már nagyon sok adaptáció így lenyeste. Aláírom, hogy valószínűleg az nem a legcselekményesebb szakasz a történetnek, ezért nem akartak annyira beszűrni vele, de azért annak is megvannak a maga tetőpontjai. Végszóként a Wuthering Heights, avagy Üvöltő Szeleg, az egyik leggyönyörűbb regény, amit valahol olvastam. Elképesztően sok benne az érzés, elképesztően sok benne a szomorúság, a szerelmi szálak nem nyálasan vannak kibontva benne, hanem inkább tragikusan vannak ábrázolva, hogy a készére is sírni sokat fogsz ezen a könyvben, utálkozni sokat fogsz ezen a könyvben, de nem olyan értelemben, hogy a történet, mert utána mertem, hogy egy gyorsan olvasható, jól megírt regényről van szó, hanem a karakterek egy részét fogod utálni, megszeretni,
És ez a könyv pontosan ugyanolyan ellentmondásos viszonyt tápol az olvasóival, mint amilyen maguk a karakterek. Emily Bronte meg tudta írni azt a regényt, amire rengeteg író készül egész életében. És igaz, hogy neki csak egyszer sikerült, de az egy örök klasszikus lesz. Úgyhogy olvassátok el az Üvöltő szeleket, mindenkinek ajánlom, aki a gótikus irodalmat kedveli, szeretné jobban megismerni, aki szereti a viktoriánus irodalmat, az is tegyen vele egy próbát, aki nagyon szereti a nem átlagos szerelmi sztorikat, az mindenképpen tegyen vele egy próbát, aki kedveli a nemes házak és nemesek közötti bonyolult viszonyábrázolást, az is mindenképpen tegyen vele egy próbát, akit érdekel az 1700-as évek végi és az 1800-as évek elejé kultúra, az is nyugodtan tegyen vele egy próbát. Heathcliff pedig az egyik legérdekesebb karakter, akit megteremtett a világirodalom, úgyhogy én már úgy gondolom, hogy hiába rüheltem azt a faszt, emiatt a könyv miatt, ezt a könyvet leginkább miatta volt érdemes elolvasnom, és nagyon-nagyon örülök, hogy végre sikerült rá időt kerítenem. Jövő héten találkozunk. Addig is sziasztok, és olvassatok sokat!